five tips, five good sentences. Szakmai angolórát tekintettek meg külföldi pedagógusok a Széchenyi iskolában. Ők az Erasmus Plus program keretein belül érkeztek Nyíregyházára, hiszen iskoláik között nemzetközi együttműködés van érvényben. A Széchenyiben ez a második, két éven át tartó projekt, amelynek címe magyarul Útlevél a jövőbe. Témája a pályaválasztás, a pályaorientáció, a fiatalok munkához jutása. A program során a nemzetközi együttműködés internetes formájával is megismerkednek a projektben résztvevő tanárok és diákok. A diákok számára tartom nagyon fontosnak a lehetőséget. Nem csak lehetőség, ugyanis tudják használni az angol nyelvet. A diákjaink szerintem nagyon ügyesek és jól tudnak kommunikálni. Kicsit belelátnak ebbe a nemzetközi projekteknek a világába, ami később egy kedvet ad nekik ahhoz, hogy a felsőoktatásban is tudnak Erasmus Plus-os projektekre jelentkezni. Új embereket ismernek meg, és nagyon sok képességüket lehet ezzel fejleszteni. A programban a görög, a lengyel, az olasz és a magyar partnerek ellátogatnak egymáshoz, és kicserélik tapasztalataikat annak érdekében, hogy az általuk tanított diákoknak segítséget tudjanak nyújtani a továbbtanuláshoz. This project is very important. Nem csak a tanárok részére, elsősorban a diákok részére fontos ez a projekt, ugyanis itt munkavállalással, pályaválasztással kapcsolatos dolgokat tanulnak meg, és elsősorban a 21. századi követelmények, munkavállalás követelményei, ami fontosak nekünk. A Görögországból érkezett tanárnő elmondta, számára azért is nagyon hasznos ez a program, hiszen megismerheti a görögtől több pontban is eltérő magyar oktatási rendszert. Nyíregyházán sok újdonsággal bővült tudása. A programban 13 nyíregyházi tanuló is részt vesz. Az Erasmus Plus az oktatóknak is hasznos, de igazi meglepetéseket a diákoknak tartogat. Elsősorban azért, hogy új embereket ismerhessek meg, mondjuk ezzel mindenki így van. Továbbá az, hogy világot láthassak. Most egy lengyel diák van nálam, de úgy néz ki, hogy én Görögországba fogok majd elmenni a jövő évben, és a görög társaság is remek, kíváncsi vagyok, milyen lesz az az út. A projekt folytatásaként a nyíregyházi tanulók és diákok látogatnak el majd a külföldi partnerekhez, hogy megismerkedjenek a lengyel, a görög és az olasz gyakorlattal. A külföldi és a magyar delegációt dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a Városházán, ahol megismerkedtek többek között a város történelmével is.